Most pedig következzék Lothar Hirneise német rákkutató előadásának egy újabb részlete, amelyik az operációkról szól, mint a rákgyógyítás szent gráljáról. És az operációk jelentik manapság a Szent Grált, ebben nem is kételkedünk. De éppen elég kutatás van, amelyik éppen az bizonyítja, hogy az áttét az operációval kezdődik. Itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, és minden operációt alaposan át kell gondolni. Nem megyek itt bele a részletekbe, mert nincs rá elég idő. De ez manapság úgy megy, hogy előbb operálunk, és aztán kezelünk. Viszont ezzel az a probléma, hogy ha előbb operálunk, és utána kezelünk, nincs semmilyen mechanizmus, amin meg tudnánk győződni arról, hogy a kezelés egyáltalán használ valamit. Hogyha először kezelek, és utána operálok, akkor meg tudom nézni, hogy a kezelésre hogy reagál a tumor. És egy-két hónappal később is tudok operálni, hogyha a tumor nem reagál. De nagyon sokszor azt látom, különösen a hölgyeknél a mellrák esetében, hogyha nem engedik magukat operálni, hanem kezelik, nagyon sokszor nem lesz szükség már az operációra.